Nos, hát üdvözlöm a kedves nézőket! Mai játékunk, belemérlünk a Pine című játékban. Ez egy open world kalandjáték, úgymond, érdekes grafikával és magyar felirattal, gépinyi magyarítással, lektorával. Úgyhogy amondó vagyok, ne is húzzuk a szót, vágjunk bele. Showtime! Nos, hát itt is vagyunk a játékban, das is menü. A játékról sok mindent nem tudok. Beállításokra ránézve. Hangot lejjebb vesszük. És remélem nem copyrightos. Na egy kicsit arrább jöhet, így. Das is mikrofon, itt. Grafika minden is maximum, elvégben a gépigénye nagyon alacsony, úgyhogy meglátjuk. Úgyhogy vágjunk is bele. Ő a karakterünk, ennyit tudok. Azt nézzük. Aha, fajjal lehet szövetségbe lenni, ködös ellenségek ellen. Elég sokat tölt. Ah, még visszább is megy a csík. Úgy döntött, nem tört be. Na és itt is vagyunk, irányítás egérrel forgunk, mint kamera, shift-tel sprintelünk, a grafika egész jó. Hey Hugh, jó vagyunk mi. Hogy vagy Maps? Mesp? Üdéges a mai ünnepség miatt. Nem fog ilyen gyakran látni Kant, miután beköltözött, hiányolni fog. Milyen utazgatásról van szó? Legyen egy pindurit gyors, van beállításunk rá? Escape Red a menüjön be. A legszerint nincs. Shift-et nyomva tartva tudunk sprintelni. Oké, de elment így, jó. Beszélünk Máriával, ott van lent, jelzi a map. Ő Mervie. Alig várja a mai ünnepséget, nincs annál szebb, mint látni a falunkat gyarapodni, és együtt lenni valami vidám dologért. Már csak néhány óra. Hát, elég testes egy asszonyság. És F10-re jön be menü. F12, 11 a sprint screen. F gombokat végig nyomkodva semmi. P, I, Tab. Kéne menünek lenni, mert így... Van egy menünk, ez így érdekes. Segíts Maria, Gray, Amam és a többinek a mai ünnepség előkészülésében, egy újabb faház elkészültét ünneplik meg. Lehet craftolni, ez mind szép és jó, áll itt az opciók lem. Nyomassunk egy mentést, akkor megvan elvégbe. És akkor vezérlők.
Remap, Calibrate Assign, stb. Stanley TV, kamerát lejjebb húzzuk, mert kicsit soknak érzem. X-tel fogunk váltani fegyvert, C-vel lehet lopakodni, mint Crown, csodasz googolás. Akkor menjünk le. Igen, így már jobb a kamerakezelésünk. Fészsel ugrunk. Tudunk nagyobbat is ugrani. Mielőtt beszélünk vele, beszéljünk vele. Amikor a mai ceremónia véget ér, úgy érzem, milyen nyelven beszél vajon. Játszunk egy játékot mindenkivel a pörkölt után. Oké. Na mondja, te vagy a falu örege, gondolom. Majdnem kész vannak az előkészületekkel. Én és Edwin további forrásokat kértek a házhoz. Megkérdezném a bátyádat, de nem tudom sehol. Még több erőforrás? Hát ugyebár gondolom fát, kötelet, bőrt, ilyeneket kértek. Igen, igen, nem tudom pontosan mit, de kérlek, nézd meg őket. Indulás. Szét megnyomva lopakodunk, meg fönt vagyunk. Van egy iránytűnk a felső sarokba jobb fönt, illetve mellette látunk egy időmérőt, szerintem, hogy mikor van nappal este, úgyhogy szerintem kora délután van. Dasis ház. Itt is vagyunk. Épp időben hiú. El akartunk mondani, hogy a faház kész, de sziklák, amiken áll, olyan törékenyek. Meg akartuk kérdezni Gerit, de nem hallgatott meg. Tudnál szerezni nekünk több merev kötelet és szöveg kendőt néhány plusz erősítésért? Gary biztos tud segíteni a márfa és a merev kötélanyagokkal, és azt hiszem Luja az mosóhely közelében hajtogatott némi szövetkendő anyagot. Rajta vagyok. És miért rossz a szikla, amin álltok? Azt szond meg nekem. Mert ha belegondolunk, ez itt egész stabilnak tűnik. És hát nem kellett volna lehet ennyire a szikla szélére építenetek, és akkor jobb lenne a világ. De föl tudok ugrani? Föl, de vele nem tudok beszélni. Amikor vele nem akarunk interaktálni, akkor egyszerre lehet interaktálni mindenkivel. Oda föl nem. Szóval kötélmászásotok lesz mindig. Oké. Okay. Jó, hát feladatunk kettő is van, egy lent, meg egy arra. Gondolom ez itt egy út lefele. Sprinttel futunk, kíváncsi vagyok, meddig tudunk futni. Mert bal föl látok egy erőt a HP-csik mellett, amit ti nem láttok teljesen, mert a macska kamera kitakar, mert fölötte van a visszajelző a FPS szám, hőfokok meg terheltség terén. Ő a Gary. Kicsit elfoglalt vagyok, miben segíthetek? Imának és Adwinnak szüksége van még néhány merev kötélre, hogy megerősítsék a házat. Még több merev kötél nem nő a fán, most tudod mire gondolom. A faház nem elég stabil, azt mondták. Badalság a házénk erősebbek, mint valaha. Ha ragaszkodnak hozzá, túlságosan elfoglalt vagyok szertartása való felkészüléssel, de a ládában lévő marfa anyagból készíthetsz magadnak merev kötelet. Mondd meg nekik, hogy ez mindenképp megteszi, alig várom a mai ünnepséget. Jó. Kaptál egy tervrajzot, alias blueprint. Ezek olyan tárgya koncepció, amelyeket te magad hozhatsz létre. Nyisd meg a menüt az Escape parancsával, azaz gombbal, és menj a parkácsolás főre, hogy elkészítsd a tervrajzokat, ha rendelkezel a szükséges nyersanyagokkal. Jó, hát most már tudjuk akkor, hogy kell gyártani. És akkor parkácsolás. Kötél. Kőműves, kézműves fonott fonal, amely tárgyak összekötésére használnak a kézművesség során. Marfából kell neki kettő,
Azt mondja, és olyanunk nincs. Ergo nem tudunk készíteni. Úgyhogy gondolom szerelnünk kell marfát. És itt is van előttünk a marfa, ami relatív egy ilyen vékonyabb szárú törzsű ág. Nyomva tartva az elt, fölvettük. Kérdés, hogy mennyit vettünk föl? Kettőt. Itt a táskában látjuk is. A célokban van a történet meg a feladatunk. Van sziget történet is. Felszerelésünk, van egy gyűjtőnadrág, alapnadrág egyszerű védelemmel, gyűjtői tunika, alapvető, de megbízható ruházat a gyűjtögetők és a fákon élő emberek számára. Egy gyűjtögető csuklóvédő, feszes kötél a csukló körül, hogy a fák körül kevésbé legyen megerőltető. Fogalomtár még üres. Most elvileg tudunk ilyet gyártani. Egy nyomva tartsd, készít. Jó. Elkészültünk a kötéllel, ami annyit takar, hogy most már kötél van. Oké. Jó, ez megvan. Itt kell a szövetkendő, ami ott van lent. Ő mit tud? Kavicsos moha. Begyűjtöttük. Rajtunk nem újon, te mit akarsz? Mindenkivel lehet beszélgetni ezek szerint. Őkán, nagyon izgatott vagyok, hogy ma végre beköltözhetek az új faházunkba. Te is új házat kapsz, nem csak a másik? Biztos jó lehet, ha néha egy kicsit jobban tudsz, ki tudsz vonulni a közösség életből, hogy legyen egy saját helyünk. Örülök neked, Kám. Hát relatív, igen, ugyebár ez a mai civilizációban a külön szobát jelenti. Most akkor oda megyünk le. Ahon a víz. Nem biztos, hogy itt le akarok zúgni. Aztán ki tudja. Yeah, nagy jump. Ja, de ez itt át van hadva. Hát, hogy így jövünk erre, így ebből a nézetből olyan volt, mintha nem lenne ott semmi. Még egy kis mohaskő. Oké. Okay. Ó, van itt még cumó. Kavicsos moha és puha fű. Ezeket be is gyújtuk. Na és akkor te se fogsz ráérni, gondolom, és mit csináljuk meg a szövetkendőt. Ő Luja. Hey, Hugh. Szia, Luja. Van még szövetkendő a faházhoz? Attól tartok, túlságosan lefoglal a mai mosás. Megtanította már valaki, hogyan kell szövetkendőt készíteni magadnak? Talán Edwin és Ima számára is elkészítheted. Na hát akkor már is tudjuk, hogy kell. És hát figyelj, ott egy rohadt nagy szikla van. Hogyha nehogy a vízkő elvigyen téged. Badabum. Jó, akkor most gyártunk ilyet, mert van már kavicsos mohánk, a kötél, amit gyártottunk, és puha fű. Puha fű, mely összekötve erős szerkezeteket hoz létre, ezt az alacsony a füves területeken találjuk. És akkor barkácsolás, szövetkendő tervrajza, kézzel készített puha szőtt szövet tárgyak, például védőfelszerelések borítására puha fű és kavicsos moha anyagból készült. Na, hát akkor puha füvet is kell majd vadásznunk. Legyártottuk ezt is nekik, úgyhogy kapnak egyet-egyet. És vigyük vissza a lépítkezésre az anyagokat. Azt nézem, hogy itt más cumónk, nincs amit össze tudunk vadászni gyors tottájárásba. Vannak itt szép nagy házikók, itt egy ipse. Őt úgy hívják, hogy jó. Anya földje láttam egy másik nagy rózsaszín tollas golyót sétálgatni oda lent. Szóval a madár az golyó. Egy újabb nap, amikor örülök, hogy itt vagyunk fent biztonságban. Nagy toboz. Szóval ő azt mondja, hogy lelát odáig. Milyen jó már neki. Én is szeretnék lelátni odáig. Itt mi van? Még egy nagy toboz. Ilyen, megint szaladgálsz, mi? Elintélek néhány dolgot a szertartás előtt. Szertartások, mintha nem lenne jobb dolgunk. A félszikla leomlik, mi meg pörköltet eszünk. Ez vidám, mondja a karakterünk, szóval örülni kell, hogy a pocakunkat megtöltjük pörköltel. Tompa kőad csak ide. Nem tudom, mennyit tudunk pakolni, és amúgy azt nézem, hogy szép lassan, de bizonytalanul fogy a csíkunk ott fönn. Szóval
ott van egy csíkunk, ami fogy. És attól, hogy állunk egy helyben, nem nő vissza. Szóval nem tudom, mi fogyasztja le, vagy mi nem, vagy mekkora stamina rész, vagy lehet, hogy az ébrenléti energiánkat mutogatja, de egy idő után alukálnunk kell. Még tompa kő, ott látunk távolba más ilyen, hát, tüzek, füstök, oszlopok, ott világít valami, azon kívül fent van a levegőbe, pedig kizumolom nektek, illetve ott tég egy fákja. Jó. Érdekes, nyílt szemmel kell járni, fura kis játéknak tűnik egyébként, nem rossz. Néztem, még kerestem a magyarítást hozzá, egy ilyen 10 óra alatt végigvihető. Ami nem feltétlen rossz dolog. Főleg, hogyha mindent is körbe leskelődünk. Nagy tobod megint csak, azt hittem a virágot is összeszedhetjük. Kukucs arra vasár van, lehet egy nagy fejest ugrani, és tenne ripityomra törni a csontjainkat. Na, az öreg asszony is idejött. Köszönöm, Hugh. Reméljük, hogy ez beválik. Meg kell tennünk, a fáink nem nőnek olyan gyorsan, mint kellene. Így még az a marfa is hamarosan hiánycik lesz. Akkor talán itt ide, hogy felfedezzük a lenti földeket? Válasz nincs. Nem azért nem megyünk ki a külvilágba, hogy többet találjunk, mindannyian tudjuk, hogy ez nem opció. Nem, majd mi kimegyünk akkor, gondolom én. A szinkron része hiányzik, vagy nagyon csöndben vannak, függetlenül, hogy mozog a száj, mert itt nem mondanak semmit. Minden esetre a mai nap arról szól, hogy megünnepeljük ennek a csodálatos új faháznak a befejezését. Fejezzük be és tartsuk meg a szertartást. Nem talán Sala bátyádat el tudnád hívni a szertartásra? Valószínűleg a szokásos helyén van, hogy megúszta ezt a sok munkát. Na hát akkor a bratyunk az... überlustika. De már Pistikénk tudja, hogy hol van, és amúgy nincs térképünk. Táskánk van, célok... Nincs térképünk, szóval marad az a felső cumó, Emre se hozt be térképet. El kell néznünk abba az irányba. Ő ott bújik. Hát már az pénzt az akadályok átugrásához, hát előbb ezt a nagy tobozt elcsorjuk. Itt is van. Hé, Hugh! Ő Ammam. Gerinek egész nap rönköket cipeltem, így egy kicsit lepihentem. Azt hiszem, most láttam megint egy ilyen fehér és nyálkás teremtményt. Ha elég erősen hunyorítasz a szemeddel, nem közt kihagyom. Ha soha nem szabad félrenézni, annyi minden lehet felfedezni és látni. Nos, nem, ha ez Marlán és Gerin múlik. Csak a faházék és a szertartásik érdeklik őket. Biztos van ennél több is a világon, nem igaz? Mert a szertartást illeti, hamarosan kezdődik, azt akarják, hogy jöjjek el, érted? Nos, még ha van egy kis idő, emlékszem még arra a furcsa konstrukcióra, amit találtam és amiről meséltem? Lol. Ez a... Vagyunk egy bizonyos korba, mint ez a félős ember kategória, és közben meg furcsa konstrukció, meg egyéb dolgok, ami nagyon olyasmi, mint a... Van nagyon olyasmi, ez a furcsa konstrukciós dolog megoldás, mint a Horizon Zero Dawn-ban van, hogy ott is egy ilyen robotok szőtte jövő futurisztikában vagyunk bent, gépekkel, miközben kezdetleges egyéb dolgokkal. Azt hiszem van egy ötletem, hogyan nyissuk ki. Nem tudom, Amam, tudod, mit mond Marla arról, ha túl messzire merészkedsz otthonról. Ugyan már, még van egy kis idő az ünnepségig. Találkozunk a betakarítási helyszínen, ha készen állsz, és megmutatom neked. És erről van. Na, de én itt láttam fölvehető cuccot. Méghozzá puha fű. Hát csak ide. Nagyon nice. Mi a kú? Fogyasztás és kitűzés. Csak kitűzés. Aha. Egy ilyen gyors menüszerűség. Meg az X-el a két tárgy között váltunk, ami a kezünkbe lehet. Hát ő most nagyon elrohant. Abba az irányba.
Itt is van felvehető. Kavicsos moha. Itt van betakarítási pont. Cétlead ide. Kifarmolunk mindent is, senkinek nem hagyunk semmit, minden a miénk lesz. Búza. Cékla. Azt hittem nem veszi föl. Itt föl más semmi. Oké, okay, egy sorra lejjebb még láttam, de... Tönköly búza? Vagy közönséges búza? Mit mond a inventorinkra? Közönséges búza. A albármár legtöbb faja által fogyasztott gyakori és fontos gabonaféle, ami az alföldi síkságon található. Cékla ehető, nem túl ízletes zöldség, amely alacsonyan nő a földön, az ékes erdők területén és környékén. Jó. Jó, más fölvehető itt a környéken. Vagy előre fölvettem mindent, és ezzel le fogom bagoltatni a játékot, mert már nálam van. Mindegy, betakarítottuk, amit nem kell. Tudtam, hogy érdekelni fog. Most azt értett teszem. Gyorsan ennünk kellene valamit, miatt felfedődő útra indulunk. Szedj egy keveset a céklából, ezek pillanatok alatt feltöltik az energiádat. Aha, szóval... Aha! Kalandozás közben mindig tart szemmel az energiádat. Minden, amit teszel, apránként kimeríti az energiádat, ezért a létkezés létfontosságú a hatékonyságod megőrzéséhez. Bármilyen ételt megehetsz, amit a világban találsz, hogy visszanyerd az energiádat. Egy tárgyat gyors elérő menüben tűzhetsz, hogy kiválasz egy gyors harapáshoz, vagy lenyomva tartod a Q-gombot, az elvés a játék közbeni gyors megnyomással történik. Jó. Hát akkor kidőzünk ide egy céklát. Igen, és fel is ment a csíkunk, amit nektek takar a macska kamera. Akkor megtanultunk enni. Rendben, lássuk, mit találtunk. Mit szívünk miatt marla meg a lősi fejét is elfordítaná. Az utolsónak két tál marla pörköltet kell megennie. Mondta, és már el is fut, ez nem ér, mert mi videóban vagyunk, Arsikinbe. Ő erre futott el, de oda jelzi, hát akkor lefele? Igen. Na nem baj, két tár marha pörkölt bevágunk. Ó, szóval egy lezárt bánya. Érdekes, érdekes. És mit találtunk itt? TNT-t? Rendben, itt van. Eltakarítottam néhány bokrot, és megtaláltam ezt a kerekillét, ami ott lóg. Hát az egyszerre pajzs és céltáblának tűnő bármi, vagy éppen gomnak, mert a közepe fénypöttyös. És gondoltam, hogy valószínűleg valamivel meg kell ütni, de a dobás nem vált be. Szóval én elkészítettem ezt a csúzlit. Tied a megtiszteltetés, és lássuk, mi történik. Na, kaptunk csúzlit. Mindig van egy közelharc és egy távolsági fegyvered, akkor ez az a két azon az oldalt lévő lot, amit váltogatunk. Kettő köztix használatával válthatsz. Jó. Hát akkor használd a jobb egér gombot a távolsági fegyvered előhúzásra, és a bal gombot a lövéshez. Jó. Nagyon nice. És ki is nyílt a ajtó. Wow! Örült neki. Nézzük csak, mit találtunk. Aman, várj! És megint nem tudunk mozdulni a kasszín alatt, így berohan kérdés nélkül. Interakció. Miért csak úgy bemenni nem tudok? Aha, csak úgy bemenni nem tudok. De akkor ilyenkor váltunk kint világot, ugyebár területet, hogy betöltötte ezt. Az jó, ha ilyen kis szakaszokra van osztva. Itt nincs semmi. Vagy itt fogunk majd kijönni. Itt meg már bunyász megy. Te kivel harcolsz? Nincs ott senki. Ezt nézd meg, Hugh. Ez egy igazi kalandor dolognak tűnik. Van még egy, meg kellene ragadnod. És akkor most elkenjük a szádat, vagy mi lesz?
Régi fenyőfakard. Próbáld ki egy kis karvivás amamba. Nézd, ha néhányszor meglendíted, nagyon erősnek fogsz tűnni. Közelharci fegyver van felszerve, nyom meg a lebound butont a könnyű támadás végrehajtása. A diát előtt is át kéne rá váltani. Igen, ezt szét tudom csapni, szét hát. Kaptunk értem merevkötöt. A fejed mögött tartod egy kicsit, majd elengeded, sokkal erősebb támadást fogsz végrehajtani. Tartsd lenyomva a bal gombot, hogyha erősebbet akarsz támadni. Oké. Okay. Az. Csat. Hát csak gondolom jócskán viszi le majd az energiánkat. Ez rúghatnánk a támadások között? Azoknak a nyálkás fehér lényeknek nem lesz semmi esély ellenünk. Nyomd meg az F gombot, hogy rúgás végrehajtása az enemy ellen. Ó. Oh. Mi lenne, ha összekombinálnánk a lendületet a csapásokkal? Végtelen lehetőséget. Gyorsan kopincs a left shiftre, majd a left mouse butonra, azaz a bal shift és bal egergomb, szúró támadás hajts végre. Hát, kétszer shiftre hátraugrik, szóval mindegy. Talán most sikerült, hogy egyszerre lenyomtam. Oké. Okay. Ezt nézd meg. És át is denszelt oda. Rá is omlott a szikla. Gratulálok. Ügyes volt. Nem csalódtunk benne. Amúgy ezeknek mi értelme? Főleg, ha nem akarnak meg a sziklába. Oké. Okay. Ez itt mit csinál? Meggyújt. Ó. Oh. Add meg a szétlövöldözhető. Jó vagy? Kérdeztük, mintha ráomlott a félhegy. Jó vagyok, elvesztettem az egyensúlyomat, hoppá. Ez izgalmas volt, de most már el kéne tűnnünk innen. Látsz kiutat? Van egy fajtó mellett egy kis cetli rajta, az a bal-bal jobb. Valami ötlen? Meglátom, mit tehetek. Bal-bal jobb. Hallasz engem? Hangosan és tisztán. Én blokkolva vagyok erre az oldalon, mit is mondtál? Az egyetlen dolog, amit látok, az a bal-bal jobb, amely erre a cetlire írtak. Hát akkor gondolom átváltunk távolságira. Akkor bal, bal, jobb. Működött. Lássuk, ki tudom megnyitni a tiédet. Ki vagyunk nyitva, úgyhogy ennyi. Még vannak még itt. Ó. Oh. Még fákja. Itt pedig egy történet. Ott vannak a mutogatók. A mennyi föl a hegyre kategória. Isten, eltávoztak a hegyről egyedül. Igen, többes számba eltávoztak a hegyről egyedül. Ahogy mondom. Ott szerintem majd jumpolni kell. Ott egy kar. Ő innen jött ki. Beszélgetés. Ez a régi jegyzet azt írja, bal-bal jobb. Nice. Szóval ide csapódott be az emberünk. Önös lunggal jött át, hogy hajaj. És ott egy kar. Meg a kötélrendszer, jó, hogy ezeket látjuk. Hú, örülök, hogy kijutottunk onnan. Mit mondasz, akarsz még egy kicsivel tovább menni? Nem tudom, mamam, ez elég közel volt, meg mindketten meg vagyunk, nem igaz? Gyerünk, gyerünk, együnk egy kis kaját, ha van, és már indulhatunk is. Rendben. És el is fut. És a energiám az már, ti is látjátok, fogy. Úgyhogy már a fél alatt vagyok, a kétharmadban, meg az alsó harmadában. Úgyhogy van egy egész rubrikám, meg egy kicsi, szóval... Még megnézzük így, mit csinálunk.
Na, akkor most magyar adatot kapunk erre, hogy mi van itt. Ezt figyelt, jó. Azok a figurák úgy néznek ki, mint az emberek. És ez a magas, wow! Biztos egy kalandor, aki a külvilágból jött. Úgy tűnik, hogy egy bizonyos ponton elhagyta őket. Lehet, hogy ők a sziklákról emberek, a lőseink? Nem lett igaz, soha nem voltunk még a külvilágban, nem igaz? Ki más készítette volna ezeket a rajdokat? Úgy néz ki, mintha lezárták volna maguk mögött ezt a barlangot. Hát, jogos. Nem érted, hogy ez mit jelent, jó? Ez azt jelenti, hogy az emberek valamikor a külvilágban voltak. Egyszer majd visszatérhetünk oda, a biztonság. Biztosan több is van azokon a földeken, mint azok a ijesztő lények, akikről mesélnek nekünk, nem? Igaz. El kell mondanunk Marlának, hogy mit találtunk. És szerintem sietnünk kellene a szertartásra. Menj csak, én meg egy kicsit bámulni akarom, mindjárt megyek. Oké. És ha újra beszélünk, napokig tudnám ezt nézni, elszállt az agyam. Menj csak nélkülem, majd utolérlek. Hát, figyelj. Pef. Pef. Jó, de tockos csattan. Az elődő miért talált? Aha, mert a sima támadást talál. És el is talál. Jó, hát nem lett nagyon baja. Megpróbálunk erre tovább jönni. Ott van ládika. Nagy jump. Nem tudunk egyensúlyozni amúgy. Ágám. Le tudunk esni konkrétan, nem egyensúlyozni. Aha, szóval a kötél az nem táncolásra való moment. Így nem tudunk kötél táncosok lenni. Oké. És akkor van itt fákja. Van itt szék. Van itt láda. Kaptunk marfát. Mindig megnyomom csak röviden, közben nyomva kell tartani. Mert nem lehet széttörni. Rózsamálna, kérem szépen. Új étel. Rózsamálna, különleges apró édes gyümölcs, ami a lékes erdők területén található bizonyos bokrokon terem. Nice, van még 8 céklánk, amiből ha egyet bezabizunk, akkor fölment kb. Fél fölé az energiánk. Meg 3/4 energikus kategóriánk lett. És azon ki, hogy ide följöttem, itt nincs semmi. Oké. Okay. Szia! Klacs. Nem ment le HP-m, nem ment le semmi. Akkor itt hagyjuk. És lehet, hogy ezt a barlangot, hogy megtaláltuk és kinyitottuk, így egy olyan dologra derült fény, amit nem biztos, hogy meg kellett volna találnunk. Igen, nem történt semmi. Béke poraira. Ott jön be fény. Kukucs. Nem tudunk följebb nézni. Kimegyünk innen. Ha csak itt fönn nincs valami nagy. Uh-huh. Pedig valami van ott a túloldalt. Hozzá egy fákja. Szerintem oda valahogy be lehet törni, csak... Szerintem az inkább innen van. Jó. Elfogyott a staminánk, szóval az is el tud fogyni, jó? Csak ugyebár... Mi itt vagyunk bent. És akkor a tesónk az itt csapódott át. Csak ezt a driftelő bajnokságot, amit művelt, ezt nem tudjuk mi lemásolni. És ez meg itt van az elején. Hogy ezt is valahogy szerintem ki lehet nyitni.
Bár még nem tudom, hogy hogyan. Mert a végtelen mennyiségű csúzlikövünk az nem nagyon hagyja meg. Na mindegy, menjünk vissza a világba. És akkor megmutatjuk, hogy milyen jóságokat találtunk. És lehet, hogy ez a barlang felfedezésével elárultuk, hogy az öreg mondjuk tud róla. Aha, itt is van. Gondoltam. Javíthatatlan vagy a mam, mondta Marla. De a fiatal jut magaddal vinni. Anyám tudja, mi történhetett volna oda bent. Tudod, hogy soha nem szabad elhagynod a területet. Sajnálom, Marla, de rájöttünk, hogy mi nem érdekel, hogy milyen ostobaságot találtatok. Nagyon jól tudod, hogy ez a tiltott terület, és hogy a faluban kell maradnunk, ahogy mindig is tettük. De nagyon maradi hozzáállás az öreg részéről, vagy nagyon titkol valamit? Bár jó sok kötél van a nyakunkba, szóval... passz. De most más? Most pedig menjetek vissza a faluba, már így is elkéstetek a szertartásról. Mindenki rátok vár. Igazad volt, öcsém, biztos nem örült neki. De tényleg el kell mondanunk neki, mit láttunk. Ha csak nem tudja már, sokkal régebb óta van itt, mint mi. Csak egy módon derülhet ki, de előbb siessünk a ceremóniára. Na hát a korán DMC. Arról volt, hogy utolsó az az mi, két tál örit fog bezabálni. Hát én nem vagyok ellene, mert felem van az energiánk, úgyhogy csak nyugodtan ráfér a kis karakterünkre a nagy zaba, ahol még dual szinkronba ülnek le. Jó van, most, hogy végre minden nyit vagyunk, a ceremónia hivatalosan is elkezdődhet. De hogy kitöri a nyakát, ahogy figyeli? Köszönöm, Marla. Ő normálisabban néz oda, bár remeg a keze. Hagyományosan szeretném megköszönni mindenkinek a fáradozását. Kicsit több munkába és erőforrásba került, mint általában, de ismét megcsináltuk. Az új házunk magasan és erősen áll. Tovább fogjuk bővíteni a falunkat, a következő házunk közvetlenül emellett fog állni, és még nagyobb és szebb lesz. Most pedig szeretném, hogy jöjjön ide Ilma és Kan, hogy hivatalosan átvegyék a saját házukat. És utána lakomázzunk. Felirat Óna. Mindenki happy. Tapsi, tapsi. Ideje pörköltet fölni, mert csak most álltok neki, hajaj, akkor jó sokáig fog tartani. Jó, azt hiszem, hányni fogok, hogy az a száraz pörköltetet megérzem, mondja a bratyó. Nem értem, hogy Geri miért olyan megszállottja ennek. Szinte olyan, mintha csak a pörkölt miatt akarná ezeket a szertartásokat. Hoppá, hoppá. Geri imádja a pörköltet. Biztos sokat eszik belőle. Nézd meg, ez megint egy kerek faház, hát nem vagyunk túl kreatívak. Anyám megtiltott, hogy valami újjal próbálkozzunk. Ha vala is főnök leszek, biztos kipróbálunk valami újat. De azon gondolkodok, az őszülei hol vannak? Appá, a dagat vörös begyek? Intróban is láthattuk őket. És valaki nagyot pukkantott. Na, ennyit a házikóról, szia! Ez bizony leomlott. Az a fa is csoporog. Bratyót lecsaptuk. Egy fával. Nesze neked szikla! Semmi? Na te mi a krumpli vagy, hogy szaglászol az ormányoddal? Hangyássön? Vagy elefánt? Elefánt. Á, nem kakírtuk össze magunkat. Nem is elevánt el valami ormányos. Na te mi a güzmécs vagy? Hajaja azt mondja. Entről jöttél, ugye? Kérdezi az akárki. Mindig is éreztem, hogy valami készülődik a sziklán. Soha nem mertem volna elképzelni, hogy emberek vannak fent.
Veszélyes hely az a szikla, de mi úgy hívjuk instabil sziklák, és nem véletlenül. Aha. Szóval fönt elszigetelve vannak a karakterek, és zabálják a nem tudom milyen pörköltet a szertartásra, miközben itt lenn különböző életformák vannak, és tisztában vannak vele, hogy az a hely egy rossz hely. El tudom képzelni, hogy megdöbbenhettél, de nem állom, mindketten csapdába esettünk. Kövess! Vándorkaraván. Kalandvágyó orr. Mi most onnan szakadtunk le, és ide le. És annyira nem voltak képesek a itt lent lévők, hogy ide le, oda fölmenjenek, míg azok onnan fönt föl nem láttak ide le. Érdekes. Vagy van ott még följebb is, csak nem látjuk ebből a szögből. Mit mond a küldetés? A célokba. Szertartás, ez végig megvan. Oké. Okay. Miután lezuhantál a külvilágban, vissza kell találnod a törzsethez. Egy furcsa kinézetű lény ott ébresztett fel, talán segíthet neked visszatalálni. Kövesd a lényt. Oké. Okay. Vízbe meghalunk? Nem, vízbe kérem szépen tudunk úszni. És akkor megérte lootolnunk, mert akkor ez a sok lootol cucc itt maradt nálunk, oké. Okay. És átment oda. Akkor mi majd nézzünk körbe, még egy kis morfa. Ha már arról volt szó, hogy hiánycikk, itt lent dögivel van ezek szerint. Egy kis kulcs graffiti. Érdekes fordítás. Szerintem az szén akar lenni, nem? Azt nem mondta, hogy már olyanunk volt korábban. Itt van kulcs graffiti 2. A legutóbbi glosszárium megjegyzése. Rózsamána, közelharci fegyver, távolsági fegyver, hadsere, amam barlangja. Célok. Csúzlikavics, végtelen mennyiségű apró szikla, amit csúzlival lehet kilőni. Egy kis kézzel készített fenyőkard, amely az otthonod alatti sötét barlangból szereztél. Kettes szintű csúzli, amam csúzlia. Egyszerű. Egy egyszerű kézzel készített csúzli, amit a bátyjától kaptál. Fogalomtár tovább. Ó, nem üres már, kérem szépen. Cékla. Most ott vannak róla képek, hogy ő mi akar lenni. Ez jó, viszont mint tutoriális segítség, hogy látjuk, hogy mi micsoda. Mert előny. De most ha belegondoltok, akkor itt lent kell valahol lennie annak a házikónak, ami leszakadt. Home. Uhazód szövet a tárgyak lefedésre, kell műveskedés közben, sokféleképp alkalmazható, nem utolsó sorban védő felszerelések színelésére és lágyítására. Ez a tárgya csak kézművéskedni lehet, na ezt hívják otthonnak ő szerinte. Oké, okay. Amam barlangja. Erre is ugyanazt a szöveget kaptuk, úgyhogy ez valószínűleg valami mással ragadtunk be. Mozgás, barkácsolás, energia, étkezés, közelharci távolsági fegyverek, fegyvercsere, és ennyit lent. Hát a zabánk felem van, szóval abból a pörköltből ezek szerint nem kaptunk. Itt meddig tudunk fölmenni. Jelentem idáig. Szóval kötéllel oda föl tudnánk csákjelni, akkor már följutottunk volna. Na mindegy. Így is jó, kérem szépen. Átkövezzük itt magunkat. A nagy szkilezések közepette. Még egy kis morfa. Fönt hiánycik itt lenn, meg dögivel van. És itt egy leszakadt valami van. Na, meséld a magyart. Először is mutatkozz be szerintem, hogy te ki a krumpli főzelék vagy, mert onnan láttuk már, hogy fölébresztett minket, mint egy kú, vagy mi a neve. De amúgy... Erről meg arra akar menni? Ott a neve. Az volt a bal szerencsém, hogy itt voltam, amikor a dübörgés elkezdődött. Sajnálom, de ki maga? A nevem ott a Tambas egyik fajtája. Utazunk, tanulunk, politizálunk, és néha elakadunk. Hehe. Meg kell javítanom ezt a hidat, hogy az
alpafanttal újra feljussak oda, szóval itt a javaslatom. Akkor az alpafant el a normányos állat. Segíts nekem szerezni némi márfát és merev kötélt a híthoz, és némi ételt az alpfanomnak, mert éhes. Én pedig adok neked valamit a blokkádhoz, mert szerintem az lesz a feljutásod kulcsa. Elég masszívnak tűnik, de nemrég kitaláltam valamit rá. Oké. Kell egy marfa, két kötél, meg karántból kell neki 6. Ha már most karántunk nincs. Most bezabálunk egyet. Meg kezdünk megmakkanni, és akkor te vagy a karánt? Igen, ő itt a karánt, ami relatív valami magféle. És akkor azt a merev kötelet meg le kell gyártanunk. Ami csak azért vicces, mert ugyebár gyártottunk egyet, csak nem ide, hanem még a faházikóhoz. Ez átváltott ilyen pirosan villogóra. Semmi. Valószínűleg oda majd bomba kell egyébként, én arra tippelek. Az a kérdés, hogy mennyi idő után lootolódhatunk újra a dolgok, vagy nem spavnolnak újra. Hogy hol találunk karánt. Bár azt nézem, hogy most már 60, pedig én csak 3-at vettem föl, de akkor ezek szerint nem egyesével szedi össze. Ami szintén nem egy hátrány. Oké. Az a nev viszonylag kellemes, a dizájnra kicsit fable, kicsit gyűrűk ura, kicsit minden. Úgyhogy nem rossz szerintem. És single. Szóval az már előny. És akkor kell gyártanunk még egy merev kötelet, akkor barkácsolás. És ehhez meg marfa kell, úgyhogy gyártsad csak lefelé azt a legyet. Úgy. Hát tessék, akkor megkapsz mindent is. Cserébe mit adsz? Ez az, egyikünk sem elég erős ahhoz, hogy ezt a tényleges újjáépítse, majd kitalálok valakit, aki megcsinálja. Itt van valami, amivel bejuthatsz a barlangba, ezt úgy hívják, hogy robbanó hordó, és nem akármilyen. Találd el valamilyen lövedékkel, és már is felrobban. Légy óvatos vele. Oké. A robbanó hordó, mennyink van belőle. Egy rendkívül instabil földet, amely ütközéskor reagál. Bármilyen ütközés nagy robbanást okoz, amely képes átütni bármilyen páncért és eltávolítani a törékeny szerkezeteket. Hoppá, hoppá. Az milyen fejet vágunk már el? Lol. Akkor ide rohanunk, aztán nyomatunk egy bummot. Méghozzá... Eldobban? Felrugunk. Használj egy hordót, hogy bejuss a barlangba, de mégis hogy? Aha, akkor csak kitűzés. Csak azt ide lerakjuk. A robbanó hordó, amit fel tudunk venni a igény esetén. Jó, téged csak kitűzünk. Átváltunk a fegyverre. Nem tudom mekkora a robbanási területje, talán innen jók leszünk. Nem hatotta meg. Pef! Jó volt az a füst, nekem tetszett. És ha most visszamegyünk nyafogni neki, hogy felrobbantottuk az egyetlen hordót, amit kaptunk. Mit mondtam, elég durva, és az biztos, hogy működik. Ez hangos volt, de köszönöm. Persze, persze, remélem még találkozunk ember. Sok tanulni való van még a fajtától. Oké. Egyébként mi itt föl tudunk menni, nem? Nem? Nem tudunk fölbagolni? Kellemetlen. Na mindegy, vigyázz magad öreg avval a érdekes ormányossal, mert rád dől egy fa. Meg onnan föntről származunk, ott van fönt táborka, vagy lehet, hogy azon túlról, ám a ingatag szikla. De nem baj. Bemegyünk.
és megcsekkoljuk, hogy mi van bent. Oké, be is loadolt a terület. Már vannak itt gépek. Érdekes, szerintem akkor az a területen fogunk remélem kiukadni, amire tippelek, hogy... Oké, szerintem oda csúszni kell. Na, följön. Majd lemegy. Oké. Nem tudom, miért jó ezeket meggyújtogatni. Mentéspontot nem ér. Enemit még nem látok, viszont nagy kalandban vagyunk. Kérem szépen. Hoppá, nesze a fehér smlöcs. Szóval itt van az első enemink. Te mi a krumpli vagy? Mi, azt mondta, hogy mi. Ez olyan, mint a lovak, akik azt mondják, hogy ni. Barátságosnak. Bárcsak a mamit lenni, tudnám, mit kell tenni. Hát le kell csapni, meg kell küldenem vele, mondta Tagortan. Ezáltal össze-vissza kámehám. Ha egy célpont elég közel van, mouse button 3-mal fókuszálhatsz rá. Hát nyomom, de... Aha, most már rá is fókuszál. Érjük meg a shiftet, hogy kitérje a támadás elől, jó? Érdekes, hogy itt vannak ilyen életcumók. És már behánysz. Kopincs duplán a shiftre a bukfenchez. Hát szép csapkodjuk. Kaptuk. Kimerültünk, azt mondta. Blerek comb. Mert a Blerek itt meghalt és de is spawnolt. És ha mi most teszünk, akkor megy fel az életünk is, jól van. Azért szépen tápolódunk. Akkor is olyan feje van, mint aki a világát nem tudja. Mászás faji dolgokra van egy kicsit át alakulva, vagy még fiatal nyúrga, mert hosszúak a karjai, lábai, nagyok lábai, hogy mezit lábra járkál, viszont ki van tesítve rendesen a sok mászástól. Ami nem egy hátrány. Na te mi vagy? Te hozzád kell valami, amivel ki lehet majd nyitni. Na mi az a merek comb? Egy megellehetősen nyárkás darab Blerker hús. Oké. Ott van egy fákja. Vedd föl. És akkor gondolom, azt bele kell szúrni oda. Mint kétszázikú. Ki is nyílt, oké. De kizárta be akkor ezt? Mentsünk egyet szerintem. Kalandvágyó orr. Amúgy a játék egyes helyén nagyon optimalizálatlan, mert 20 és 90% között ugr el a végé a kiterheltsége nálam. És még a játékot 40 fokos GPU-val kezdtük, most néha belekarcol a 64 bat földúg csórikám. Na, interakció. This is my car, szóval akkor a karokat lehet piszkálni. Mi van, ha kiveszik onnan a cumót? Bezáródott. Hát akkor ebben nem tudunk trükkölni, hogy elvigyük magunkkal. Hát átjöttünk a túloldalra. Ami kérem szépen az, ahol gondoltam, hogy ki fogunk jönni, mert hogy ezt nem tudtuk kinyitni. És ennek a túloldalán voltunk a kalandba, úgyhogy érdekes, hogy ilyen egyszerűen visszajutottunk. Jelentem, itt van megint egy doboz, ami mögött van tompa kő, vagy benne volt, fene tudja már. Ezt is meggyújtjuk. Ja, az az árnyékunk, azt hittem hirtelen, hogy ott is van valami írás. Ugyebár itt szabadítottuk ki a tesót. És akkor itt is egy fákja.
és más csomó itt nincs. Megint van itt lootolható dolog, meg marfa. Meg rózsamának kérem szépen. Egyet vettünk föl, ott írta, hogy hány darabot veszünk föl. Szóval akkor ez a barlang egészé korrekt, illetve respawnol. Hold imaging úgy látom egy bizonyos térig nincs, lehet, hogy egy idő után van. Az aztán ennél jóval nagyobbat zúgunk, akkor az meglátszik. Itt van kérlek szépen egy kar. És gondolkodok rajta, hogy ez az a kar, amit ugyebár meghúzni nem tudtunk, viszont lefele áll. Szóval erőtésen gondolkodok rajta, hogy ez a bal-bal jobb résszel tudtuk aktiválni. Mert igen, csak igen, itt most eltűnt a szikla, ami ráomlott a tesóra. Úgyhogy... bármi lehet. Viszont visszaértünk haza, szóval mi lent voltunk, kérem szépen. Vajon a tesó megmakkant? Ráesett ugyebár a... fa. Ott szembe látszik valami. Ott. És majdnem el is lövünk odaig, hát milyen erővel lövünk. Nagyon ki vagyunk tesizve, kérem szépen. Arnold Schwarzenegger megirigyelhetni a teljesítményünket. Más megzabizható dolog itt nincs. Az energiánk a lealsó harmadba belecsapott most már. Hol van a leszakadt szikla, ragozd a magyar. Amam úgy látszik túlérte, mert a küldetésünkbe tartozik, hogy elmondjuk neki. Mi ez a rengeteg sír itt? Hirtelen megmakkant mindenki? LOL. Na hát kérem szépen, itt úgy látom túlérte mindenki, csak mi nem. Ó, de rám nézne. Hát biztonságban vagy. Pillanat, azt hittük, téged is elvesztettünk. Megsérültél, hogy jöttél vissza? Kizuhantál a külvilágba? Jó vagyok, csak a fejem fáj egy kicsit, mondja Hugh, de találkoztam ezzel a csodálatos teremtménnyel ottal és a külvilágban él. Ettől tartottam, fáj valamit megtámadtak? Nem, nagyon kedves volt, segített visszajutni, és tudom arról, hogy milyen rossz állapotban vannak ezek. És tudod arról, hogy milyen rossz állapotban vannak ezek a sziklák. Hol van a mama? El kell mondanom neki, hogy mi történt. A mamnak vége. Jó. Az összeomlás szörnyű pusztítást okozott. Lula, Arvi és Jú nem érték túl, és ő sem Jú. Szóval 4 mínusz kapásból. De biztos elmenekült, igaz? Félreugrott. Biztos van, ott van lent. Megtaláltuk őt, Jú. Amikor félrelökött téged a veszélytől, nagyon sajnáljuk. Nem hiszek neked, mondja Hugh. Itt kell lennie, amam erős. Hát amam nem erős, amam megmakkant. Agyon vágta a fa. Lehet bármilyen kitesített, hogyha a nagy fa rácsapódik és azt mondja, hogy placs. Mindenki áll, mintha tudnák, hogy mi történt. Hogy keressük meg a mamot. Bár ide látjuk, hogy ott nincs senki. Kimerültünk, azt mondja. Nem baj, bírja. Ahogy is jönnek egy csomó pörköltel. Itt senki, kérem szépen. Jó, ez az ő térképe. Az egész világot fel akarta térképezni. Na, így kapunk mapot? Jó, kérlek, gyere vissza a faluba. Tudjuk, mint vész keresztül. Az öreg még mindig remeg, és ez egy szomorú pillanat. El kell kezdenünk újjáépítést, tehát mindenkinek segítségére szükségünk lesz, a mami segített volna.
Nem, a mam gondoskodott volna róla, hogy találjunk egy jobb helyet, ahol élhetünk jobban, mint ezek a sziklák. Nincs más hely, ahol élhetnénk, a külvilág nem opció, soha nem is volt az. Na nem igaz, mondtuk neked, emberek már voltak a külvilágban korábban is. Ne higgyetek azoknak a képtelen rajzoknak, amiket láttatok, túl gyengék vagyunk ahhoz, hogy csak úgy kisétáljunk a külvilágba. Az mindegyik úgy ki van tesízve. Kérlek, gyere vissza a faluba, Hugh, majd kitrank valamit. Nézi megint szomorúan a térképet. Kérdés, hogy megkapjuk, és akkor innen kapunk egy intro skint. Kérje a játék címét? Kiérte a játék címét? Nice! Jó, hát ez csak egy óra volt majdnem. Nem úgy, mint a Cyberpunkban, hogy 3 óra az eleje, azt utána kapsz főcímet. De legalább van kimenetünk konkrétan ide a külvilágba. És most lejöttünk. Legalább újra töltve. Dehogy! Most már nálad van a mam térképe, használd az M gombot a megnyitáshoz és a bezáráshoz. Dasis térkép. Nagyítás görgő, görgetés nyilak, jelző elhelyezés eltávolítás jobb gomb. Na hát akkor te itt nem tudom mi vagy, szikla-szikla. És ez itt a jó kérdés, az otthon. Hogy így lehet görgetni. Na, hát elég nagy a map, kérem szépen. Elég kis szeletét tudjuk mi magunkénak. Otthon, meg otthon. Ez itt az otthon, otthon, és akkor valószínűleg ezeken a sziklákon élünk, aminél itt lent, meg ugyebár mindenki tudja, hogy bambák vagyunk, és rossz a hely. Következő célunkat jelzi ez a hely, keressük meg otthot. Ja. Na, hát akkor... A mondó vagyok, hogy sávegál megint. Oké, első szerény lépések. És hát nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt volt. Ez a mai játék, ez ennyi lenne. Megnéztük, hogy mi ez a Pine. Úgymond a prológuson túlestünk. A játék érdekes. Azon kívül szerintem még lett benne tartalom jócskán. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. És találkozunk legközelebb, addig is. Sziasztok!